Több mint 4,5%-kal növekedett a magyar gazdaság tavaly, ezzel bőven túl teljesítette az uniós átlagot. A pénzügyminiszter a GDP adatokat értékelve azt mondta, történelmi siker, hogy Magyarország az elhúzódó háború és a brüsszeli szankciók ellenére is növelni tudta gazdasági teljesítményét. Már állnak a BMW készülő debreceni gyárának falai. Gőzerővel folynak a munkák, hogy 2025-ben legördüljön a gyártósorról az első Magyarországon gyártott BMW. Az ehhez hasonló nagy beruházások is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a válság közepette is kivételesen teljesített a magyar gazdaság 2022-ben. Így kommentált a keddi közleményében a gazdaságfejlesztési miniszter a KSH legfrissebb adatsorát. A Központi Statisztikai Hivatal ugyanis kedreggel jelentette, hogy a tavalyi esztendőben 4,6%-kal nőtt a GDP, vagyis a bruttó hazai össztermék. Nagy Márton emlékeztetett, a háború és a szankciók ellenére a rendszerváltozás utáni időszak 6. legmagasabb növekedését produkálta a magyar gazdaság. A tárcavezető hangsúlyozta, bebizonyosodott, hogy a magyar kormány jó úton jár, intézkedései eredményesek, meg tudták védeni a gazdaság teljesítményét. Összehasonlításképp a 4,6%-os magyar GDP adat a visegrádi országok között a 2. legnagyobb bővülést jelenti, szorosan Lengyelország mögött. Ez a növekedés a 3,6%-os uniós és a 3,5%-os eurózóna átlagot is felülmúlta. Ráadásul a zsinórmértéknek tekinthető 1,9%-os német gazdasági növekedésnél is 2,5-szer jobban nőtt a magyar gazdaság teljesítménye 2022-ben. A magyar gazdaság úgy tudott 4,6%-kal növekedni, hogy a nekünk jogosan járó uniós forrásokat még mindig nem kaptuk meg. Magyarország az elhúzódó háború és a brüsszeli szankciók ellenére is növelni tudta gazdasági teljesítményét, sőt az uniós növekedési rangsorban is előkelő helyen szerepel. Erről beszélt Varga Mihály Brüsszelben a KSH adataira reagálva. Magyarország erősödni tudott a tavalyi esztendőben is, hiszen 4,6%-kal nőtt az év egészét tekintve a bruttó hazai össztermék teljesítménye. Az elhúzódó háborúk és a brüsszeli szankciók ellenére is növekedési fázisban maradt át a magyar gazdaság. Jó hír az is, hogy összességében a 4. negyedévnek az előző évhez viszonyított növekedése az 0,4% lett, tehát nulla fölött maradt a növekedési lendület. Ha csökkent is ez a lendület az év egészében, azért az Európai Uniós átlag fölött tudott összességében maradni. A pénzügyi kormányzat korábban világossá tette, úgy kell megvédeni a családokat, a teljes foglalkoztatottságot, a nyugdíjasokat és a rezsicsökkentést, hogy a magyar gazdaság továbbra is elkerülje a recessziót. A kormány kitűzött célja, hogy 2023-ban 1,5%-os növekedést érjen el a gazdaság, és az év végére egyszámjegyűre csökkenjen az infláció.